Kedves vendégeink, kedves szülőtársak! Sok szülőtársammal együtt úgy döntöttünk, hogy az elődeink által kidolgozott és felállított hagyományokat folytatva megpróbáljuk a képzeletbeli és a meglévő szülői hálót, amelyet az idejáró és az idejárt gyermekek családtagjai képeznek, még szorosabbra fogni iskolán körül, és még aktívabban működtetni. Arra vállalkoztunk, hogy az önkéntesség bázisán, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, minden évben egy-egy az ÖKU számára fontos cél, ügy vagy projekt megvalósításában működjünk közre. 2012-ben, a sport és az olimpia évében nem is lehet másként ez, mint egy a sport által megjelenített célt, projektet megvalósítani. És úgy döntöttünk, hogy az iskola már megöregedett sportpályáját, ennek a rekonstrukcióját segítjük és támogatjuk. Gondolom, hogy a tehetség az nagyon kevés része annak, hogy valakiből akár olimpiai bajnok váljék. 5-10% között adnék a tehetségre. A korai kezdés mindenütt szükséges. Most nem akarok nagyon megígértem a Titinek, hogy nem fogok erről beszélni, de a korspecifikus képességeket, azokat ki kell fejleszteni korán. Tehát amikor a gyerek fogócskázik, és minden nap fogócskázunk, és reggeli előtt 10 kört fut a ház körül, akkor mi az, hogyha nem edzés? Nem hangoztatom egyrészt azt, hogy hát olimpiai bajnoknak kell lenned neked is, mert csak akkor. Másrészt én soha nem szólok bele az edzésébe a gyereknek. Nem kérem azt, hogy könnyebb feladat, vagy hogyha hibázik, akkor ne büntessék. Tehát ugyanúgy elmondom neki, hogy hát ez erről szól, ha hibáztál, ha visszaszálljáltál, akkor igenis ússzál le, mit tudom, 2 óra pillangót. Nekem könnyű mondani. Kedves barátaink, kedves szülők, kedves nagyszülők, hiszen itt mindnyáján egy család vagyunk, hiszen azért vagyunk itt, hogy segítsünk a gyerekeinken és az unokáinkon. És ebben a segítségben részt vállaltak nagyszerű sportolóink, és köszönjük nekik. Ez a sportpálya hosszú távra készül el, és a sok-sok gyerek, talán majd még az unokámnak az unokája is fogja élvezni valamikor, majd emlékeznek rá, hogy bizony itt egy összefogásból készült ez a létesítmény. Én megszámoltam, és ma este itt a nézőtéren 11 darab olimpiai aranyérem tulajdonosa van, és a természetesen a színpadon, és összesen érmesek 18 érem tulajdonosai vannak a teremben. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Tome um banho cheiroso.